Szarasz, Feri! Jó, hogy jöttél, téged vártalak. Kérsz egy kávét? Ülj le, nácsorog itt. Szuper híreim vannak, indulhat a nagy kaland, megvannak a repülőjegyek. Jövő héten repülhetsz is Strasbourgba. Repülőjegyek? Ezt akartam kérdezni, hogy mert nekem van egy kis gondom a repüléssel. Egy kicsit félek a... Rettenetesen félek a magasságoktól, nem tudok repülővel utazni. Nem lehet kocsival menni, vagy vonattal, vagy... Nem. Strasbourgba csak repülővel lehet menni. Autóval 3 nap, és az emberek nagy része sosem ér oda. Lóval 2 hét! Figyelj, Feri, szerintem mostanra teljesen alkalmas lettél a feladatra. Elvégezted ezeket a tanfolyamokat, tudsz már akár fél óránál tovább is úgy beszélni, hogy senki egy szót ne értsen belőle. Patafizika. Nem látsz most már közben, amikor nők beszélnek. Beiglit tudsz készíteni? Igen, a beigliről is akartam kérdezni, hogy az igaz, hogy Strasbourgban nincs mák? Mert nekem a mákos tészta a kedvenc kajám. A mák tilos. A mák egész Európában tilos, és a dió is. A dió is? De nekem muszáj a mákos tésztát ennem, erről szerintem lehet, hogy én nem tudnék lemondani. Figyelj, ez apróság, ezt megoldjuk valahogy. Szerintem mindenképp neked kell lenned. Na ez a bajom igazából, hogy ha én vagyok a jelölt, akkor ki a kampányfőnök? A Horváth Dani, bazd meg? Vagy a Juhász Veronika? Veronika! A Veronika legyen a kampányfőnök! Nem! Ne legyen a Veronika a kampányfőnök! A Veronika legyen a jelölt! A jelölt. Aha. És akkor én maradhatnék kampányfőnök? Pontosan.